Legyen szíves a vanília fagylaltból 500 g-ot ebbe a tégelybe beleszedni. Fagylaltot ellenőriz a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és földművelésügyi főosztályának munkatársa. Prokop András azt is vizsgálta ennél a nyíregyházi kávéháznál, hogy a nyári édességet hogyan, milyen hőmérsékleten tárolják, valamint azt hol és miből készítették. Egy-két évente szoktak jönni, és mindig meglepetésszerűen jönnek, ilyenkor nem tudjuk előre, hogy kijönnek. Hál' Istennek nálunk mindig minden rendben van az ellenőrzések során, és fagylaltot szoktak vizsgálni, másfél éve is azt vizsgálták, és mindent rendben találtak, és most is abból volt mintavétel. A kávéháznál, mint minden ellenőrzésnél, jegyzőkönyvet vettek fel, és valamennyi szabályt, előírást átbeszéltek. Az itt fagyit kikérő vendégek meg voltak elégedve az édesség minőségével, állagával, azt itt is szabályosan mínusz 8 Celsius fok alatt tárolják, úgy kínálják. A nyári ellenőrzések során azonban nem csak a fagyisokat ellenőrzik, az idegenforgalmi szempontból frekventált helyek vannak célkeresztben, például éttermek, strandok is, erről már a kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és földművelésügyi főosztályának vezetője szólt. Ezek nem plusz ellenőrzések, hanem ennek az a lényege, hogy az ellenőrzéseket, amit egyébként is folytatunk egész évben, ilyenkor vannak bizonyos célterületei, illetve kiemelt termékei. Mik ezek a célterületek? Természetesen ilyenkor a szezonálisan működő, vagy idegenforgalmi szempontból frekventált helyeken, strandokon lévő kereskedelmi egységek, vendéglátóegységek, de ugyanúgy célterület például a fagylalt forgalmazás, fagylalt árusítás, de ugyanúgy például a grillezett termékeknek a előkészített grillezett termékek, vagy a kirakodó vásárok, nagy tömegeket mozgató rendezvények, ezek a kiemelt célterületek. Augusztus végéig tart a nyári ellenőrzés, amely a karácsonyi, majd a húsvéti után az egyik legjelentősebb célzott vizsgálódás minden évben.